Ja, Imádkozzunk. Áldott legyél mennyi, édesatyánk, azért, hogy kegyelmesen délutáni alkalmat is rendeltél nekünk itt a bibliaiskolában. Kérünk, urunk, könyörű, hogy oda is tudjunk figyelni. Kérünk, kenyerűj, hogy tudjunk elgondolkodni a hallottakon, és ne csak hallgatói legyünk, hanem legyünk meg cselekvő is a te tanításodnak. Szent fiadért kérünk, hallgass meg. Ámen. Szeretettel köszöntelek én is benneteket a Biblia iskola utolsó alkalmán, mármint hogy a jelenlegi, az e végi Biblia iskola utolsó alkalmán, és hát nyilván etikai eladás ez a ma délutáni eladás, és pedig az LGBTQ mozgalomról szól. Tehát homoszexuálisokról lesz szó ma délután magyarul mondva. Ugye kitaláltak egy ilyen fogalmat, hogy LGBTQ, és plusz még hozzátették, de csak azért, hogy, hogy valamit ők is mondjanak, valamit ők is tanítsanak, és valamivel igazolják magukat, viszont valójában ezek kb. ugyanazt jelentik. Majdnem teljesen teljességében pedig azt jelenti abszolút értelemben, hogy ott van az ember a bűnben, és próbálja magát igazolni abban a bűnben, amiben benne van. Miért mondom ezt? Elsősorban mit jelent ez az LGBTQ? L, G, L, G, B, T és Q betű. És plusz még egy plusz is utána, ugye? Jelenti azt, hogy leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek, és aztán még dönts el mindenki, hogy micsoda. Tehát gyakorlatilag egy olyan ember csoportot takar ez a, ez a párbetű, ez a kifejezés, ami arra utal, hogy vannak olyan emberek is ezen a földön, akik homoszexuálisak. Vagy vannak olyan emberek ezen a földön, akik úgy gondolják, hogy a nem alapján kell az embereket csoportosítani és felosztani illetve, hogy el is dönthetik, hogy uh, milyen neműek legyenek adott helyzetben. Rég-rég, még pár évszázadal ezelőtt a dolgok úgy történtek, hogy megszületett a gyermek. A bába, vagy az orvos, vagy bárki, aki segítkezett a szülésnél, ránézett arra a gyerekre. Megnézte, mi van neki. Már pontosabban, hogy milyen nemi szerve van, ugye. És akkor azt mondták, íme megszületett egy kislány. Vagy meg megszületett egy fiúcska azt szerint, hogy van vagy nincs, ugye? Manapság nem úgy van. Manapság egyesek azt mondják, hogy hát majd el kell döntse, hogy, hogy mi is akar ő lenni valójában, vagy hogy is akar lenni. Másokkal nehezebb. Pedig ez milyen egyszerű volt így. Szemre meg lehetett állapítani. Hát nyilván nem mindig lehetett százszázalékosan szemre sem, mert voltak akik valamilyen, defektel születtek, valami hibával, testi fogyatékkal születtek. Van nekem is olyan ismerősöm, akinek nincs keze, jobb keze. Lába is csak egy csonk. Úgyhogy ilyen is, és ez a nemi szervek esetében is érvényes lehetett, és ilyen értelemben azért nem volt annyira egyértelmű adott helyzetben. De azért többnyire lehetett tudni, ha nem egyéb elvégeztek egy ilyen kromozomatesztet, és abból egyértelműen meg tudták mondani, hogy ez most fiú, vagy ez most lány. És ma is egyébként így van, a legtöbb helyen ilyen egyszerűen állapítják meg a dolgokat. De az a helyzet, hogy vannak olyanok is, akik meg ezt nem veszik készpénznek, hogy a fiúk vagy lányok. Nekem is van egy ismerősöm, aki gyerekkorától kezdve lány akart lenni, fiúként. Mindig lányruhába öltözött, mindig lányruhát vett fel, csúfolták is az iskolába rettenetesen, hogy ő olyan, mindegy lány. És ez a fiú egyébként Attila a neve, tehát szép férfias neve van, ugye? Ez az Attila mindenképpen lány akart lenni. És egész addig, hogy volt nagyon jó beszélgetésünk, ahol elmagyaráztam neki, hogy de nézd meg, Isten fiúnak teremtett. És te lehetsz férfi úgy is, hogyha, hogyha másképp jársz, vagy más a stílusod, vagy más a fellépésed és már-már oda jutott, hogy végre meggyőződjön, hogy neki férfinak kell lennie. El kellett mi is költözünk helyről. mikor már elköltöztünk kész, megint olyan társaságba keveredett, hogy aztán már tényleg lány akar lenni. Nem esett át műtéten, bár nagyon szerette volna, de transvestitaként élte az életét. Már olyan rég nem találkoztam vele, hogy ezért múlt időbe teszem, de lehet, hogy még él, és még mindig úgy éli az életét. Legutóbb, mikor találkoztam vele, olyan női ruhában járt, női sminkel, és meghívtam hozzánk egyet beszélgetni, el is jött, beszélgettünk egyet nálunk, de mondta, hogy milyen keserves élete van, mert milyen sok helyen megverték férfiak, hát ugye ő, ő a maga szexuális életét akarta élni férfiakkal, de hát férfiként. És akkor persze, hogy volt, amikor sikerült felszedjen női ruhába, transzvesztitaként férfiakat, máskor meg nem sikerült ilyeneket felszedjen. És mondta, hogy milyen keserű az élete. Na most tény az, hogy nem kevés embernek ilyen keserű az élete adott helyzetben. Mert hogy ott van neki ez a vágy, ez az érzés a szívében. Ott van ez a gondolat a szívében, hogy ő férfiakkal szeretne lenni férfiként, vagy nők esetében nőként szeretne nőkkel lenni. Ugye ilyen férfiasabb nő, megint csak ott van, hogy egész életében férfi szeretett volna lenni, azért állt be foci csapatba minden, és akkor persze kialakul lányokkal leszbikus kapcsolata. Tehát erre utal az egyiknél ugye a homoszexuális, vagy most már meleg szót használják, hogy legyen vidámabb a kifejezés, ugye, gay. Ezért van a leszbikus, ugye, és akkor veszik a mindenféle kategorizálást. Persze feltenné az ember, hogy kinek jó ez a kategorizálás. Nekik jó ez a kategorizálás? A homoszexuálisoknak, a leszbikusoknak jó ez a kategorizálás? Egy volt homoszexuális keresztény atyánk fia, Christopher Ján mondja, hogy az egyik legszerencsétlenebb és legkevésbé biblikus kategorizálása az embereknek az ő szexuális vonzalmuk szerint. Érdekes, hogy a homoszexuálisok elfogadják ezt a kategorizálást, azért mert így le tudják rázni magukról a felelősséget, hogy ők bűnben lennének. Azt mondják, ilyen vagyok én ez egy fajta ember, létezik ilyen is, létezik, aki így gondolkodjon, létezik, aki így járjon, tehát én elfogadom ezt a kategorizálást, mert ez az én identitásomat mutatja. Ezzel szemben ugye van a reális kategorizálás, és pedig az, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett, És Isten férfiúnak és nőnek teremtette az embert. És a férfi és a nő kell nekik szól a parancs, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Most nyilván nem tud Attila egy Jánossal együtt szaporodni és sokasodni úgyhogy hogy betöltse a földet. De hát, tehát egy férfi és egy nő kell ahhoz. Ugyanakkor a férfi és a nő, mint segítőtárs, mint kiegészítőtárs, mint együtt az emberként Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Tehát a helyes kategorizálás az, hogy Isten képviség. Nem pedig az, hogy most homoszexuális, vagy transzexuális, vagy, vagy más valamilyen szexuális. Mégis, ahogy mondtam, elfogadják ezt a homoszexuálisok örömmel, mert így a bűneik kapcsán azt tudják mondani, hogy ez nem bűn. Én így születtem. Én így érzek. Én ezt kaptam. Ezt nem szereztem. És tény az, hogy valóban vannak olyan emberek ezen a Földön, akiknek ott van a homoszexuális vágya szívében. Tehát, hogy tényleg az a vágya neki, hogy egy férfival legyen, férfinak vagy a nőnek, hogy nővel legyen. Viszont az is igaz, hogy a legtöbb esetben nem ilyen jellegű homoszexualitásról beszélünk, hanem arról, amikor valaki az élvezeteknek akar élni, és az élvezetek szempontjából, Keresi a megelégülést, a kielégülést. Orgiák, és akkor egyre inkább fajtalankodás és istentelenség. Na most, ugye, ha azt mondjuk, hogy ez egy vágy, amivel született az ember, hát akkor ez lehet rossz, egy vágy? Hát persze. Hát ha egyszer az ember bűnben születik, bűnben fogantatik, bűnben születik akkor a bűnös vágy is lehet bűnös vágy. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy fel vagyok mentve, mert ez nekem, ez a vágy csak úgy jön. Nem, ez a bűnös természetből jön. Ez egy bűnös vágy. És ezzel a bűnös vágy ellen ugyanúgy harcolni kell, mint bármilyen parázna pornográf vágy ellen. Tehát nem lehet megtűrni semmilyen szinten sem. Vagy hogyha azt mondanák az emberek, hogy de ez egy érzés. Tehát ha érzés, akkor nem bűn. Hát hogy ne lenne? Ha bűnös érzés, akkor az is bűn. Tehát, hogy értsük jól, elfoghat bennünket adott helyzetben egy érzés. Jó érzés is elfoghat, de még az a jó érzés is lehet bűnös érzés, amennyiben azt a jó érzés egy pornográf gondolat kelti bennünk. Például egy parázna gondolat. Jó érzés, de bűn. Ugye? És lehet olyan is, hogy valakiben rossz érzés legyen, és ne legyen bűn. hát ha haragszunk a bűnre, vagy haragszunk arra, hogy milyen következménye van a bűnnek, látjuk, emlékeztek, most olvastuk a 109. Zsoltárt is, az istentelenekre, akkor az nem bűn. Tehát a, a homoszexuális vágy, az bűn. Az érzés is bűn. Ez a bűnös természetéből fakad az embernek. Az, hogy valamilyen uh, gén okozza ezt, hogy próbálták megmagyarázni, hogy van egy különleges gén, és ez határozza meg ezt az orientáltságot. Ez amúgy nincsen bebizonyítva. De ha még be is van bizonyítva, akkor is mondhatjuk nyugodtan, hogy az is a bűn következménye. Hát ne felejtsük el, hogy nagyon sok minden a szervezetünkben megváltozott, amióta az első ember pár bűnbe esett. Hát csak gondoljuk el, hogy az életünk mennyire lerövidült Ádám életéhez képest. De hogy sok más betegségek adott helyzetben a bűn következménye. Tehát ha van is egy elváltozott gén, ami ezt meghatározza, elmondhatjuk, hogy igen, ez is a bűn következményeként lehetséges. És teljességgel lehetséges. Nem lehet, nincsen alap, ami alapján bárki azt mondhassa, hogy elfogadható kell legyen a homoszexuális érzés, vágy, uh, irányultság, ugye? Nincsen alap. És mégis sokan keresztények elfogadják. Ma már oda kerültünk, hogy akár keresztény gyülekezetekben is elfogadottá válik, hogy igen, lehet valaki homoszexuális. És akkor felteszi az ember a kérdés, hogyan lehetséges? Hát nagyon könnyen. Egyébként már hallottuk ma, hogy ha engedjük a világot bejönni, aztán a világ tud pusztítani, ugye ez Pörzsön, amit mondott Sándornak az utolsó idézete kapcsán, hogy igenis, nagyon is lehet pusztulás az életünkben, de azért is fontos, ugye azért is történhet meg, hogy elfogadják a homoszexualitást, sok nyugati országban, mert már olyan a média is, hogy ezt támogatja. Hogy szinte egyenesen kötelező betenni valami homoszexuálist a médiába. És miért? Ha csak egy rajzfilm erejéig a gyerekeknek, hogy két nő megcsókolja egymást, már, már ilyen leszbikus csókkal, ugye, akkor már ezzel is elhintik, hogy ez lehetséges, ez szabad tenni. És hogy ez teljességgel elfogadott lehet. Most hogy ez egy az egybe az LGBTQ propagandának köszönhető. Vagy egyszerűen a média azt mondja, hogy akkor lesz népszerű azt, amit teszünk, ha azt is belefoglaljuk, amit az emberek szeretnének látni, már pedig ezt hirdetik neki, és ezért akarják látni, és ezért tesszük bele, Szerintem bizony, ilyen értelemben teljesen mindegy, mert hogy a lényeg az, hogy benne van. És nem kell benne legyen. És hogy ez egy bűnös tartalom. De mégis benne van, és sokszor már annyira megszokják adott helyzetben akár keresztények is ezt a látványt, hogy azt mondják, hogy ez elfogadott. Persze mi országunkban egy kicsit jobban állunk az Orbán kormánynak köszönhetően, ugye, és a népszavazásnak köszönhetően, és a, 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 a szavazzunk a homoszexuális házasság ellen kampánynak köszönhetően, azért az emberekben úgy tűnik, hogy egy kicsikét másabb, a, 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 ahogyan lecsapódik a homoszexualitás gondolata. Persze ezekkel a kampányokkal, mindennel, ami más, mint magyar, és törzsgyökeres, és ebbe születtem, és ebbe halok meg, minden elvetendő, és minden gyűlölendő az ilyen kampányoknak köszönhetően adott helyzetben. És nagyon kevés olyan dolog van, ami valós érték legyen. Keresztény értékek például. Na, de a világ többi részén, és már egyre inkább nálunk is, mégis elfogadják. És azért is többek között érdekes, amikor olvastam erről, Karl Trumannak olvastam egy cikkét, és mondja, hogy azért is, mert adott helyzetben elég sok embernek van legalább egy ismerőse, aki homoszexuális orientáltságú. És azok az emberek, akik homoszexuálisok, ugye, adott helyzetben lehetnek rendes emberek is. Nem mindenki orgiákban, és nem mindenki a férfi gőzfürdőkben keresi a partnereket hanem adott helyzetben tényleg kínlódik, szenved, de próbálja megélni a maga életét. És ugyanúgy, mint szingliként nehéz heteroszexuálisan elvonatkoztatni attól, hogy még mindig nem vagyok megnősülve, vagy férhezmenve, vagy házasságban is adott helyzetben harcolsz a parázna gondolatokkal, ugyanúgy harcol a homoszexuális is. És nyilván adott helyzetben elbukik ő is. És hogyha ilyen embereket ismerünk, akik ez a, a, ez a, szenvedő kategória, akkor másképp ítéljük meg, mint akkor, hogyha, hogyha a parázna orgiázó kategóriára gondolunk. Amúgy itt van egy nagyon jó könyv, John Jefferson Davisnek a az Evangelical Etika, ugye evang, evangéliumi etika, ez egy nagyon jó kis könyv. Néztem, vannak nagyon jó etika könyvek, ugye, hát amik, amik érkeztek a, a könyv is adott helyzetben, ilyen Grudenwein, jó, vastag, alaposan tárgyalja a homoszexualitás, ezt jóval kisebb helyen tárgyalja. Viszont nagyon tömören, világosan, érthetően. Sőt, például rámutat arra, hogy, hogy, tanulmányokat végeztek az Egyesült Államokban a homoszexuálisok között. kutatást végeztek. És azt mondja, hogy azok a homoszexuális férfiak, akik a Denveri gőzfürdőt eh, patronálják, azok 7,9 átlagosan 7,9 szexuális partnert cseréltek havonta. Tehát abban a homoszexuális gőzfürdőben ott Denverben, így zsinórba végigmentek egymáson, vagy nem tudom, mit csináltak. Egy harmadának több mint 10 volt havonta. És, és azt mondja, hogy, hogy San Francisco Bay környékén ugye vannak ezek a tipikus ilyen homoszexuális központok. New York városa például, Tel Aviv városa, homoszexuális fővárosa Ázsiában vagy közel -keleten. És akkor ott van ugye San Francisco Bay, és ott készítették ezt a tanulmányt, és azt mondja, 43 a elmondta, hogy életében legalább 500 különböző szexuális partnere volt. Mikor még olvasom, akkor is alig kapok levegőt, nem, hogy még egy kimondjam, és még kapjak hozzá levegőt, ugye? És félelmetes, hogy terjednek a betegségek. Milyen nyomorúságban vannak ezek. Lelkileg, testileg. Azt gondolják, milyen jó, örömteli, ott van a szexuális kapcsolat. Összeszednek egy étzt, összeszednek egy szifiliszt. Szifilis jobban terjed, mint a heteroszexuális kapcsolatokban. És akkor, ha megnézzük a délafrikai statisztikákat egyébként, ahol a azoknál a törzseknél milyen szabados szexuális életet élnek, az éc, hogy el van terjedve, a legtöbb gyermek már écesként születik, és az átlag életkor 36 és 42 év között van, akkor ráébredünk arra, hogy van egy félelmetes dolog. Félelmetes az. Amikor emberek megszegik, már ilyen szempontból is félelmetes, mikor emberek megszegik azt a parancsot, hogy ne paráználkodj. Félelmetes. Súlyos következményei vannak a paráznaságnak. Ilyen téren is súlyos, ilyen téren is súlyos következményei vannak a paráznaságnak. Egészségügyi téren, lelki téren, szellemi téren súlyos következményei vannak. És ha meg nem tér, hogy ma reggel olvastuk az igében is, ugye, ha meg meg nem tér, akkor meg a kárhozat, az ítélet. Mert lehetetlen, hogy valaki, ha parázna, üdvösségben részesüljön. Ha abban megkötözött, abban marad, nem akar megtérni, nem akar megszabadulni onnan. És ugye az a probléma, ahogy mondtam, hogy emberek sokasága testi, lelki, szellemi bajjal küzd. Akik homoszexuálisok, leszbikusok, vagy tényleg már ők sem. Tehát, hogy tényleg az érzéseik olyanok, mert hogy egyszerűen vannak olyanok, akik pszichésen ö, ö, betegek. És és egyszerűen egy adott ponton már ők se tudják, hogy micsodák és kicsodák. És az ilyen esetekben ki segít rajtuk? Ugye ezek a mozgalmak, ezek az LGBTQ szervezetek, ezek mondják, mi segítünk rajtuk, adjátok meg a jogainkat, csináljuk azt, amit akarunk, tegyetek be minket filmekbe, mindenhova, lássuk magunkat, szerepeljünk, stb. De nem segítenek rajtuk, csak jobban lenyomják őket. És még annyi esélyük sincsen a szabadulásra, mint amennyi lenne amúgy, hogyha nem léteznének ezek a mozgalmak. És hát nyilván azért is terjed keresztények között is az elfogadása a leszbikusoknak vagy homoszexuálisoknak, mert keresztények között vannak sokan, akik a pornográfia rabjai. És aki egyszer a pornográfia rabja, az valamilyen szinten rabja lesz annak is, hogy elfogadja a pornográfiának a különböző formáit. És adott helyzetben a homoszexualitást is. Félelmetes. Mert azt mondaná az ember, hogy ah, milyen következménye lehet ennek, hogy én szeretem a pornográfiát. A kárhozat a legsúlyosabb. De már itt a földön. Nagyon sok következménye lehet. És nyilván az is hozzájárult adott helyzetben a, a homoszexuálisok elfogadásához a keresztények részéről, hogy sok keresztény nem hisz a hatnapos teremtésben. Elfogadja az evolúciót. És ha elfogadtad az evolúciót, akkor nincs ott az alapszabály, hogy Isten az alapszabály, az alaptörvény. Isten kegyelmes munkájának az ismerete, hogy Isten teremtette az embert, a maga képére és hasonlatosságára, férfiúvá és nővé teremtette őket. És ennek a férfinak és nőnek, ennek az emberpárnak parancsolta meg, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És onnantól, ha ebben nem hisz valaki, akkor gyakorlatilag bármit elhisz, amit az ördög mond. Bármit elhiszthet. Elhihet. Nos, nyilván, ahogy mondtam, van ez a Christopher Jan, aki ő maga is homoszexuális volt, és és akkor ő is írt egy cikket, aminek az a címe, hogy a homoszexuális társ ellentéte nem a heteroszexualitás. Mert sok keresztény megnyugszik abban. Én heteroszexuális vagyok, ergó, én rendes vagyok. A másik homoszexuális, na ő a bűnös. Az elítélendő, az bűn. De az, hogy én heteroszexuálisan védkezem, parázna gondolatot táplálok, vagy éppen paráználkodom ugyanúgy, mint a homoszexuális, az azért nem bűn, mert hogy a homoszexualitás a bűn. Vannak, akik ennyire ferdén gondolkodnak. De látnunk kell, hogy ez teljesen hamis. A homoszexualitásnak a valódi ellentéte a szent szexualitás. A heteroszexualitásnak nem kell ellentétről beszélni. A paráznaságnak az ellentéte ugye a szent szexualitás. Amit Christopher Ján úgy fogalmazott meg, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy hűségesnek lenni az egyedül létben, szűznek lenni az egyedül létben, és hűségesnek lenni a házasságban. Tehát szent vágyakat táplálni, akár egyedül létben, akár házasságban. Szűzesség az egyedül létben, hűség a házasságban. Tehát egy olyan állapot, amikor a hívő embert nem a bűnös kívánságok vezetik, nem a bűnös vágyak vezetik, nem a bűnös érzelmek vezetik, hanem Isten iránti hűsége, Isten igéje. Amikor lelki gyümölcsöket akar teremni. Amikor Krisztusban az Atya szeretetet mutatott és kegyelmet iránta, ő erre a kegyel, ezt a kegyelmet hitten ragadja meg és kegyelemben akar járni, és szeretetben. És ezért azon munkálkodik, hogy ha egyedül is marad, akkor szentül és hűségesen éljen. És ha házasságba, akkor is szentül és hűségesen a házastárs iránt. De mindenképpen elsősorban Krisztus iránt hűségesen. Egyébként vannak keresztények, akik úgy gondolják, Hogyha valaki megszabadult a homoszexualitásból, és elkezd a másik nem iránt érdeklődni, az a gyógyulás. De nem ez a gyógyulás elsősorban, hanem az, amikor meglátja, hogy eddig bűnben élt, és abban a bűnben nem akar tovább élni. Nem kell ahhoz megnősülnie, és nem kell ahhoz férhez mennie. A lényeg az, hogy. Hogy Krisztusban az üdvösséget megragadva megtérjen abból a bűnből. Szintén Krisztofer hoz fel egyébként két esetet is. Az első esetben, amikor megtért, homoszexuális, és meg akart nősülni, de végül egész életét szingliként élt ele. A második eset, keresztény testvérünk, aki azt mondta, hogy igen, miután megtért a homoszexualitásból készül, nem akar megnősülni, soha többet. Nem is akar serőrről, se férfiről, semmiről hallani, ő egész életében Istennek akar szolgálni. Igen, ám, de volt egy kolléganője, és aval a vala kolléganővel egy évet együtt dolgoztak, két évet, három évet, és végül pedig megszerették egymást, és uh, Isten kegyelméből összeházasodtak, és most együtt szolgálnak. Tehát. Azt lássuk meg, hogy a homoszexualitás minden formája bűn. Akkor is, hogyha csak gyerekkori kíváncsiságról van szó, vagy ifjúkori kíváncsiságról, vagy egy nagy részegségről egy buliba, ami homoszexualitásba torkolt, de hogy utána nem kívánja elkövetni, vagy akkor is, hogyha, hogyha ott volt mindig az az érzelem, és ő adban akart élni egész életében. Amúgy ugye szokták mondani, hogy a keresztények szedték elő a homoszexuális témát, és ők kezdték el igazán büntetni a homoszexualitást. De ez így nem igaz. A vikingek, az olyan homoszexualist, aki, aki, akiről közismert volt, hogy homoszexuális, az kivégezték. És több germán törzs kivégezte. Vagy mit tudom, elterjedt ugye az a téves képzet, hogy akkor Görögországban ugye homoszexuális Szex, a, ezek a vannak, ezek a bak, bakhanáliák, ugye? És az ilyen a istenségnek szentelt ünnepségeken, hogy együtt voltak, vagy leszbikusok, de hogy valójában az társadalom azért egyáltalán nem fogadta el. Mert a római társadalom sem fogadta úgy el mint hogy az lett volna a normatív. Tehát, hogy ezeket mindig úgy tekintették, mint ami nem normatív. Az egyetlen, hát mondjuk ott is volt olyan, aki lehet nem értett vele egyet, de nem tudjuk most se biztosan, hogy mennyire értett vele egyet vagy nem, Sodoma és Gomorában. Ugye ott volt Lót, de hogy Lót még mindig ott lakott közöttük. Tehát, hogy mennyire értett egyet vagy mennyire nem értett egyet, a lányai biztos, hogy egyet értettek vele, mert később az apjukat megerőszakolták. De hát, hogy, hogy látjuk, az a mentalitás hova vezet mikor az ember nem fogja vissza magát. Szexuális téren, amikor nem él önmegtartóztató életed, amikor magával szabadon engedi a vágyait, szabadon engedi kívánságait, és akkor csak azoknak él egy idő után. Félelmetes, hova tud ez vezetni? Van-e szabadulás belőle? Ugye ez egy jó kérdés, és a jó válasz az, hogy persze, hogy van, hogy ne lenne szabadulás nekik is kell az evangéliumot hirdetni, meg kell térjenek. Ugyanúgy, mint mindenki más bűnös ember, ugyanúgy, mint mindenki más parázna bűnös ember, meg kell térni. Mese nincs. Viszont Isten az ő kegyelméből megadja azt a lehetőséget is, hogy okosan bölcsen tudjunk hozzáállni homoszexuálisokhoz is, és más ismerősünkhöz és barátunkhoz is, aki bűnben él. És az egyik legcsodálatosabb íromány, Eb ezen a téren, az Rosaria Butterfieldnek a könyve, hogy az evangélium házkulcsal érkezik. És ez egy nagyszerű könyv. És én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy Rosaria Butterfield ezt a könyvet megírta. Látszik, minőségi íromány egyébként, minőségi angollal, látszik, hogy angol nyelv volt. Ez is látszik rajta. De az is, hogy Isten milyen szabadulást adott neki. Valóban Krisztusban van szabadulás. Bár akkor, amikor ő még LGBTQ aktivista volt, még leszbikus aktivista volt, aki a leszbikusok jogaiért militált, és ott a, a híres szürakúza egyetemen, ami a leszbikusok, homoszexuálisok egyik központja New Yorkban, ugye ott volt tanárnő, és akkor onnan ment aktivistaként a munkáját végezni, akkor még ő se gondolta, hogy mi lesz ennek a vége: hogy fog találkozni egy olyan keresztény családdal, aki szeretettel fog vele szóba állni. És nem áll neki a bevett sztereotípiák szerint elhúzni a száját, vagy, vagy valamilyen módon rárivolni, hogy takarodj innen, te milyen személy vagy, vagy valamilyen módon elutasító módon viselkedni. Vagy ha nem egyéb agresszíven evangelizálni, Na, gyorsan térjél meg. Hanem szeretettel befogadták, leültek vele beszélgetni, végighallgatták. És Isten olyan kegyelmes volt, hogy még az evangéliumot is megoszthatták vele. És Isten kegyelméből megtérhetett. Megszabadulhatott a homoszexualitásból. Hát ugyanúgy nevezem a leszbikust is itt, mert hogy végül ugyanarról van szó, csak éppen másképp e, nevezik adott helyzetben. Férhez ment, gyerekeik vannak, és Isten szolgálja az ő kegyelméből ő is, meg férje is, aki lelkipásztor. Tehát ugye látnunk kell, hogy van szabadulásra lehetőség. De mint minden esetben, mikor emberekkel beszélgetünk, Szükségünk van a szeretetre. Szükségünk van arra, hogy szeretettel, türelemmel kezdjük el meghallgatni azokat az embereket, akik bűnben vannak, akár homoszexuális barátainkról legyen szó, vagy ismerőseink, akár olyan valaki, akivel csak úgy találkozunk az utcán, az, azt mondja, kell nekem a segítség, de akár más, tehát nem, muszáj, nem csak a homoszexuálisokkal kell türelemmel és szeretettel lennünk, hanem mindenkivel végighallgatni őket, imádkozni értük, együtt érezni velük. Már olyan szempontból, mint a bűnös a bűnösse. Nem olyan szempontból, hogy homoszexuális, homoszexuális sem, mert ha nem voltál az, akkor nincs, hogy ebben együtt érez. De mint bűnös a bűnössel, igen. És úgy hirdes neki az evangéliumot. Ez a szabadulási lehetőség. Tehát etikai szempontból, keresztény etikai szempontból egyértelműen elfogadhatatlan a homoszexualitás bármilyen formája. Az ige világos. Nővé férfiúvá teremtette az embert Isten a maga képére is hasonlatosságára. Azonban, amikor azt mondjuk, hogy elfogadhatatlan bármilyen formája, az nem azt jelenti, hogy nem állunk szóba azzal az emberrel, aki gyakorolja azt. Sőt, a keresztény szeretet arra kell kötelezzen, hogy kivétel nélkül minden emberrel, minden embernek szeretettel hirdessük az evangéliumot. Másik részről, mikor jön az LGBTQ propaganda, akkor világosan el kell mondjuk embereknek, hogy ez mit jelent. És nem egyszerűen úgy, hogy na itt vannak ezek az agresszív magamutogatók. Mert hogy ez csak egy része az agresszív maga mutogató, A másik része valóban szenved. Valamilyen szinten. Sőt, adott helyzetben akár az agresszív magamutogató is szenved a valóságban, csak éppen mikor kimegy, hogy na most menjünk bulizni, fiúk, lányok, akkor mennek bulizni, de utána ugyanolyan nyomorúságos állapotban vannak, vagy még rosszabb állapotban vannak. Van egy ismerős, egy ismerőssel beszélgettem a héten, Érdekes, mert elég szabadosok már olyan szempontból, hogy, hogy a férje is agyon van tetoválva innentől le a talpáig. De hogy mondta ez a hölgyike, hogy félelmetes, hogy mi van az egy osztályos anyagokban. Miket tanítanak, az a horror, az a szexuális zavarodottság, az a, az a, a félem, az iskolában, Romániában az iskolában, tankönyvegő, házi feladatként, román házi feladat. Olyan témák voltak, mikor így elmondta, hogy nem, nem, gondoltam volna, én se pedig már láttam sokat, de még engem is meglepett. Hát nem gondoltam volna, hogy a korondi iskolában ilyen tanítsanak a gyerekeknek egy-négy osztályban. Félelmetes. Tehát, ha még egy hitetlen ember, aki amúgy nem az, akit megkössenek a társadalmi konvenciók, azt mondja, hogy ez elvetendő, és félelemmel és undorral tekint rá, sokszor keresztények érthető, hogy visszajognak tőle. És ezt el kell mondjuk embereknek, hogy ez nem helyes. Nem csak azért, mert nem biblikus, hanem hogy hova vezet emberek életében, nem csak a szexuális zavarodottság kapcsán, ugye, hanem a lelki állapotuk kapcsán is. A szellemi állapotuk kapcsán, fizikai állapotuk kapcsán, hova vezethet. Tehát mondjuk el szeretettel. De újra és újra hangsúlyozzuk ki, hogy a szabadulás Krisztusnál van. Mert sokszor, amikor megbotránkoznak emberek egy ilyen tankönyvön, azt gondolják, hogy ők a jók, és azok a gonoszak. De hogy értsék meg, hogy bűnben vannak ők is, és meg kell térniük. Ha nem is olyan állapotban, mint hogy vannak azok, akik éppen rámutatnak. De azok is bűnben vannak. Na tehát, szeretettel szóljunk. Akkor is, amikor leleplezzük ezt az állapotot, és ne az legyen, hogy egy társadalmi rétegre rá zúdítjuk a gyűlöletet egy ilyen kampány által, mint amilyen volt a népszavazás is, vagy a, vagy a ilyen kampányok, mint amilyen volt a, a Romániában is sok ilyen kampány van ugye a homoszexuálisok érdekében. És tény az, hogy képesek kitámadni minket keresztényeket, de a válaszunk az legyen, hogy józanul, okosan, bölcsen válaszoljunk. Annak idején egy ismerős keresett meg, egy román ismerős székeudvarhelyt, és mondta, tudod, hogy lehallgat téged a széréi? És kérdeztem, hogy miért hallgat le, vagy honnan tudod? És mondta, hogy kitől tudja, milyen személyektől, és akkor ilyen benfentes volt ugye ez ott a román közösségben székeudvarhelyt, és mit csináltál, hogy lehallgat? Hát mondom, én te, én fogalmam sincs, hogy mit csináltam, amiért engem lehallgasson. Tényleg, legalább olyan dolgot tettem volna, sem petárdákat nem dugdostam, mint ott a kézdi helyek. ugye? Sem, hogy hívják, nem szerveztem, drogbulikat, vagy ilyesmiket, nem tudom. És kiderült, hogy azért, mert aláírtam egy papírt, amiben, a, amiben az állam felé volt petíció, most már a liberális kormány felé egyébként, mert ez a kormányzat rendelte, ezek már évek óta ott vannak, amiben kértük, hogy ne legalizálják Romániában a homoszexuális házasságot. És tiltakoztunk az ilyen jellegű előrelépések ellen. Ezt egy ortodox szervezet terjesztette ezt a papírt, egy jó ismerősöm, és ezért is szívesen aláírtam. És vissza is köszönte ez, onnan is tudtuk most már biztosra, hogy emiatt volt, mert a, elmentem Konstancára egy ilyen a hatóság által szervezett kerekasztal beszélgetése az oktatás kapcsán, és ott, aki képviselte a hatóságot, egy nő, egy ilyen olyan kopac nő, ugye? Ő mondta, hogy igen, én tudom, hogy ti vagytok azok, akik aláírtátok, és meg fogjuk semmisíteni a ti gondolkodásotokat és viselkedéseket. És elkezdte ott a propagandát hirdetni. Aztán ott volt mellettem egy józanabb keresztény testvér, aki mondta, hogy már ne elragudjon hölgyem, de semmi köze nincs ehhez a témához most annak, amit mond, váltson témát, jó? De sokan már kezdtek kivörösödni ott aznap. Tehát a lényeg az, ugye, hogy kapunk támadást valószínű. Lesznek olyanok, akik ellenünk szólnak. És lesznek olyanok is, akik azok közül szólnak ellenünk, aki esetleg éppen buzgó katolikus, és azokat az eszméket valva, egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy mi csak szeretettel le is tudunk külni egy homoszexuálisra beszélgetni és ezért fog minket kisemmizni adott helyzetben. Vállaljuk fel. És ismét csak okosan, bölcsen, türelemmel, szeretettel szóljunk. Mert az aktivisták azt keresik, hogy a gyűlöletet szítsák, a háborgás szítsák, és minden békét megroncsanak, és mindent aláaknázzanak, ahol csak Krisztus által békét lehet teremteni. Ne engedjünk ennek a kísértésnek, hogy ugyanazzal válaszoljunk, amivel ők jönnek. Üljünk le, imádkozzunk, kérjünk türelmet, alázatot, szeretetet, hogy így tudjunk szólni feléjük. Nos, elítélendő, hát a Szentírás világossá teszi, hogy bűn, és mint bűnös embereknek kell, nekik is hirdessük az igét. És igen, kell munkálkodjunk azon, hogy a homoszexuális elvek, törvények ne érvényesüljenek. Keresztényként, keresztényekként részt vehetünk olyan keresztény lobbiban, ami azért küzd, hogy ne érvényesüljenek ezek a homoszexuális törvények. Ugyanúgy, hogy aktivisták lehetünk az abortus ellen is. De az aktivizmusunkból ne legyen gyűlöletbeszéd, ne legyen harag, ne legyen olyan gyűlölet, már hogy ugye harag lehet a bűnnel szembe, de ne legyen gyűlölet, beszéd belőle. Ne ugyanazt az eszközt használjuk, miközben aktivistákként békésen munkálkodunk. Imádkozzunk. Áldott legyél édes édesatyánk azért, hogy tanítottál bennünket most egy etikai előadás ált, etika előadás által is. Hó úrunk, könyörű rajtunk, mert sokszor valóban nekünk is elmelegedtek a, a, tagjaink, és a fejünk is elkezdett főni, amikor hallunk híreket, mikor látjuk a homoszexuálisoknak a fesztiválozását, a bulit, amikor látjuk ezt a sok istentelenséget, hogy terjed, ahogyan az aktivistáik dolgoznak, és sokszor meg is semmisítenénk őket adott helyzetben, de kérünk, Urunk, könyörülj Te szívünkben a szeretetet. Úrunk, áldott legyél, hogy láthattuk olyan emberek életében, mint Rosalia Butterfield is, hogy a szeretet hogyan tud meggyőzni. Egy elvetemült aktivistát láthattuk Christopher Ján esetében is, aki férfi homoszexuálisként tért meg. És áldott legyél, úrunk, hogy nálad van valódi szabadulás a paráznasságból, a pornográfia rabságából, nem csak homoszexuálisoknak, hanem heteroszexuálisoknak is, nem csak nem csak istenteleneknek, hanem hívőknek is. Köszönjük mennyi, édesatyánk, hogy hozzád mehetünk szabadulásért, és kérünk te adj nekünk szent, tiszta gondolatokat, vágyakat, szent, tiszta, szexuális gondolatokat és vágyakat. Erősíts meg egyedül létben élő testvéreinket, férfiakat, nőket, hogy tudjanak szent, fedhetetlen életet élni. És kérünk te áld meg azokat, akik házasságban élnek, hogy megszentelt gondolataik vágyaik legyenek, és a házasságban valóban betöltsék azt a, a feladatot, amivel te megbíztad őket, hogy úgy szolgáljanak téged, amiért meg is teremtetted őket. Így áld meg, kérünk házasságunkat. Kérünk, édes édesatyánk, könyörüljél. Te ad, hogy tudjunk hűségesek lenni, de tudjuk egymás gondozni, ápolni, segíteni, együtt munkálkodni a te dicsőségedre kérünk mennye édesatyán könyörűjél hogy így nevelhessük a következő generációt is és kérünk mennye édesatyán könyörűjél hogy tudjunk józanul higgadtan részt venni akár a a homoszexuális törvények elleni lobbiban hogy ne legyen legalizálva homoszexuális házasság hogy ne legyenek ezek a kapcsolatok legalizálva amennyiben rajtunk múlik hogy tudjuk világossá tenni újra és újra, hogy ez milyen súlyos bűn, de ugyanakkor tudjuk hirdetni a szabadulást, a szabadítót Krisztust, a szabadulás Krisztusban. Kérünk, mennyei édesatyánk, így áld meg elmélkedésünket továbbra a hallottak felől, így áld meg munkálkodásunkat, keresztény szolgálatunkat, Szent Fiad nevében. Amen.